Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják, 2021. február 19-én, este 7:30-tól. A gazdaság újraindítási akcióterv, a részletekről Font Sándort kérdeztük. A harmadik hullám kezdetén vagyunk, közölte az országos tiszti főorvos. Szerkezetkész az erőmű beruházási központ, készülnek a Paks 2 felvonulási épületei. A kormány mindent megtesz a gazdaság újraindításáért és a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak leküzdéséért. A gazdaság újraindítási akcióterv legfontosabb bejelentéseiről és a részleteiről Font Sándor országgyűlési képviselőt kérdeztük. Egy évvel ezelőtt talán senki sem gondolta volna, hogy a koronavírus járvány teljesen megbénítja az életünket, a mindennapjainkat és vele együtt a gazdaságot is. Az elmúlt hónapokban a kormány legfontosabb feladata a járvány megfékezése volt, emellett természetesen mindent megtettek azért, hogy a nehézségek és akadályok ellenére életben tartsák a magyar gazdaságot. Ez úgy tűnik, hogy sikerült, főleg a legutolsó negyedéves GDP adatok alapján, ami pozitív volt, Európában talán egyedüliek vagyunk, akik ezt produkáltuk. Ennek következtében nem lett akkora a gazdaság visszaesése a tavalyi évre, mint amit mindenki más rajtunk kívül remélt. Ez azt jelenti, hogy ebben a viszonylagos tűrhető állapotban most már a gazdaság újraindítására kell koncentrálni. Nem kérdéses, hogy a vírushelyzet itt van, de ahogy a miniszterelnök fogalmazott, eddig a vírus támadott és mi védekeztünk, most viszont a vakcinák részleges birtoklása következtében mi támadunk, az orvostársadalom és az egészségügy támad, és a vírus kezdett el védekezni. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a legfontosabb az egészségügy védekezése, az egészségügy helyzetbe hozása. Hozzátette, hogy nem lehet olyan pénz, amely ne az egészségügyet szolgálná, illetve az egészségügy által igényelt forrásoknak mindenkor rendelkezésre kell állnia. Ezt már a tavalyi elfogadott és az idei évre ható költségvetésben is különleges prioritásként hozták be. Font Sándor az előbbieken túl részletesen beszámolt a gazdaság újraindítási akcióterv legfontosabb elemeiről is. 27%-ról 5%-ra csökkentettük le az új lakások áfáját, és ehhez kapcsolódik az a 3 millió forintos visszanemtérítendő használt lakások felújítására megnyitott pályázat, amelynél úgy látjuk, hogy óriási az érdeklődés, hihetetlen mennyiségű kérdés érkezik hozzám is, mint képviselő, de a megfelelő szakemberek által irányított portálokra és bankokhoz, akik majd eznek a forgalmazói, illetve mindentudói lesznek, és az államkincstár és minden államigazgatási szervhez. Tehát úgy látjuk, hogy itt egy óriási rohan fog jönni. De ne felejtsük el, itt nem csak a lakosoknak adott nagyon nagy lehetőségről van szó, hanem arról, hogy ezt valakinek ki kell vitelezni, ezt az meg kell csinálni. Az akcióterv részeként január 1-től életbe lépett minden idők legnagyobb hazai orvosi bértámogatása. Továbbá 2022-től a 25 éven aluli fiatalokat személyi jövedelem adómentesség illeti meg. Az intézkedés az előzetes becslések szerint 130-150 milliárd forintos lesz, és 100 000-es nagyságrendben érinti majd a fiatal munkavállalókat. A bajba került vállalkozásoknál az alkalmazottak utáni közteher fizetést átvállalta a kormány, és nagyon sok például 10 millió forint, ez hitel, de kamatmentes hitel 3 év fizetési moratóriummal hirdeti meg a kormányzat. És hát itt vannak a nyugdíjasok, hogy ebben a nagyon nehéz, válságos helyzetben, de mégiscsak úgy látja a kormány, hogy természetesen nem hagyhatjuk magára a nyugdíjasokat. A mindenkori ígéret, hogy a reál nyugdíj az mindig megmarad, sőt, ha lehet, fölébe megyünk a reál érték tartásnak, ez mindig sikerült is minden évben. És most pedig a Gyurcsány kormány által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítésére tett ígéretet a kormány. Ezt tudjuk közhírekből, 4 év alatt fogjuk minden évben újabb egynegyed 13. havi nyugdíj fog érkezni a érintett nyugdíjasok számlájára. Font Sándor elmondta, hogy az akcióterv intézkedései mellett nagyon fontos feladata a kormánynak, hogy támogassa azokat a cégeket, vállalkozásokat, akik a nehéz helyzet ellenére is a fejlesztésekben, új beruházásokban gondolkodnak. A kormány egy rendkívül gyorsan leszervezhető pályázatot
hirdetett meg, és itt hála Istennek én örülök annak, hogy a kalocsai vállalkozók nem maradtak le erről, résen voltak, itt a helyi vállalkozói közösség egymást informálta, átbeszélték, és ennek ne szerénykedjünk, a kalocsai alkalmazottak lesznek a nyertesei, hiszen itt munkahelyek megmentéséről elsősorban, másodszorban munkahely bővítésről van szó, tehát itt szükség lesz a kalocsai munkaerőre, ez egy nyeremény majd a következő időszakban azoknak az alkalmazottaknak, akik ezekben az új megteremtett munkahelyeken fognak dolgozni. Az adatok szerint egyértelműen emelkedő szakaszba lépett a fertőzöttek száma, így a koronavírus járvány harmadik hullámának kezdetéről beszélhetünk, közölte az országos tiszti főorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön. Müller Cecília elmondta, az elmúlt napokban számos járványügyi mutató romlott. Szerdán ismét jelentős mértékben 2853-mal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A kórházakban ugyan nem nagy mértékben, de fokozatosan emelkedik az ápoltak száma, valamint a lélegeztetőgépen lévő betegek száma és az aktív fertőzöttek száma is. A tiszti főorvos hozzátette, ezért is nagyon fontos az oltási terv pontos, folyamatos és következetes végrehajtása. A sajtótájékoztatón elhangzott, Magyarországon jelenleg többféle oltóanyag engedélyezett, a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Sputnik 5 oltóanyagokkal már megkezdődtek az oltások, a kínai Sinopharm vakcinát viszont még vizsgálják. Igyekeznek mind a dokumentáció átnézésével, mind a laboratóriumi vizsgálatokkal mielőbb végezni, hogy az oltóanyagot minél előbb rendelkezésre tudják bocsátani. A szakember elmondta azt is, hogy az enyhe oltási reakciókat nem kell jelenteni, azonban a súlyosakat igen, és ha valakinél az első oltás után ilyen jelentkezik, akkor a második dózist nem kaphatja meg. Arra vonatkozóan külön vizsgálat szükséges, hogy az illető másodszorra beoltható-e egy másfajta vakcinával. Arra a kérdésre, hogy a szennyvíz vizsgálatoknál ki tudják-e mutatni a koronavírus mutációját, Müller Cecília azt válaszolta, hogy erre is külön módszer dolgoztak ki a Népegészségügyi Központban. Reményei szerint jövő héten már be tud számolni arról, hogy találtak-e a szennyvíz mintákban mutáns vírusra utaló jelet. Az erőmű beruházási központ utolsó konténere is helyére került február 13-án a Paks 2 felvonulási területén. Most a belső munkálatokat és a közműtere berendezési parkosítást, illetve út parkoló építési munkákat végzik majd a szakemberek. Látványos úgynevezett timelapse, vagyis gyorsított videón számoltak be a Paks 2 felvonulási területén zajló építkezési munkákról. Elkészült ugyanis szerkezetileg az erőmű beruházási központ. A kétszintes épület összesen 259 konténerből áll, melyet a Paks 2 ZRT műszaki személyzete számára építenek, közvetlenül a blokkok számára kijelölt terület mellett. A központ 300 fő befogadására lesz alkalmas, mintegy 3553 négyzetméteren. A modern irodaház elkészítéséhez az egyes konténer elemeket darúval emelték a helyükre, majd illesztették azokat egymáshoz. A munka ezen része 3 hónapig tartott. Most, hogy az utolsó konténer is a helyére került, a belső munkálatok következnek. A keleti épület szárnyban már ebben is történt előrehaladás, itt a belső szerelési munkák több mint felét elvégezte a kivitelező Westhungaria Bau Kft. Az erőmű beruházási központot várhatóan az év harmadik negyedévében vehetik birtokba a Paks 2 ZRT mérnökei. Emellett a felvonási területen további 3 épület kivitelezése a végéhez közeledik. A fővállalkozó és tulajdonos részére épülő 3-szintes, 800 négyzetméter alapterületű irodaépület és egy 4-szintes, 880 négyzetméter alapterületű, szintén irodaépület, valamint az azok mellett épülő 100 fő befogadására alkalmas 860 négyzetméteres alapterületű étkező konyha épületében jelenleg belső befejező munkálatok zajlanak. Már olvashatóak a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár közösségi oldalán az állatkészítő verseny eredményei. A meghirdetett megmérettetésre 37 nevezés érkezett,
14 fő óvodás és 23 kisiskolás költe be alkotását fotón. Február 12-ig tudták az óvodások és az alsó tagozatosok beküldeni a Farsang állarckészítő versenyre az alkotásaikat. A szervezők legnagyobb örömére a vártnál sokkal többen készítettek maszkot. 37 pályázat érkezett be, nagyon ötletes és aranyos rajzok. A téma az a kedvenc mesehősöm volt. Itt már látszik, hogy nagyon sok olyan mesehős volt, amit mondjuk én a koromnál fogva nem biztos, hogy ismerek. Két kategória pályázatainak elbírálására felkértük Benke Monika óvónőt, Kis István rajztanárt és Pap Robert rajztanárt. Ők online zsűrizték, és a 14 óvodás és a 23 kisiskolás közül az első három helyezettet díjaztuk. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen szebbnél szebb alkotások érkeztek be. Nekem az a legnagyobb öröm, mivel világéletem, hogy mindig rajzot tanítottam, hogy a kis óvodás gyerekek, alsótagozatos gyerekek még olyan őszintén gyönyörű, szép dolgokat tudnak festeni, rajzolni, ami a szívükből jön ki. Később ez már máshogy alakul, szoktuk mondani, hát akkor most ebben a rajzban már nagyobbaknál besegített anyuka, meg a nagypapa is, és akkor így összejött a kép. De ezek a gyerekek még őszintén, ami a szívükben van. Kis István elmondta, számára mindig az az első helyezett alkotás, amely rögtön magával ragadja. Én úgy tartom, hogyha bemegyek egy kiállításra, körbenéz az ember, ott 3-4 kép megérinti az embert, és az a lényeg, ami akkor rögtön megérinti, mert utána már, amikor már magyarázgatja a szomszéd, hogy miért nem az a szép kép, akkor ott már elterülődhet az ember. Az óvodás korcsoportban a szakmai zsűri szerint a legjobb állarcot Rimai Hanna, Polgár Alex és Csipes Dorka készítette. Az alsó tagozatosok közül Zsiga Lívia, Pajunis Lia és König Csanád alkotása lett a legszebb. A nyertesek ajándékutalványt kaptak munkájukért. Ismét kigyulladt egy épület az egyik környező településen. Most homokmégy Kiskeskeméggyre riasztották a tűzoltókat, ahol egy családi ház melléképülete teljesen kiégett, és az ingatlanban is károk keletkeztek. Ez az a melléképület, amely a tűz martaléka lett. Megközelítőleg 25 négyzetméter alapterületű melléképületben keletkezett tűz homokmégy Kiskeskeméggyen. A kalocsai és a kiskörösi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, közös erővel három vízsugárral fékezték meg a lángokat. A melléképületben még a tűzoltók kiérkezése előtt két gázpalack megsemmisült. A tűz esetben senki sem sérült meg, a lakók rokonoknál kaptak szállást. A családi házat a lángok szintén megrongálták, illetve teljesen beázott. Az sikerült megmenteni, tehát az nem, de a melléképület az teljes mértékben leégett. A házban egy 4 fős család lakott. A homokmégyi önkormányzat a Homokmégyért Alapítvány segítségével az eset után rögtön adománygyűjtésbe kezdett. A Kalocsa TV információi szerint a család tagjai már másnap nagy erőkkel próbálták helyrehozni a tűz okozta károkat. A családi házban jól haladnak a felújítással, a tetőszerkezeten is tudtak dolgozni. Mint korábban beszámoltunk róla, egy hete Szakmáron gyulladt ki egy családi ház. Az ott élő édesapa a két kislányával szerencsétlenebbül járt, hiszen nekik mindenük odaveszett. Az ingatlan nincs jó állapotban, így nem lehet tudni, hogy egyáltalán visszaköltözhetnek-e valamikor az otthonukba. Itt sem, és a homokmégyi ügyben sem indult tűzvizsgálat. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval és friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. További szép estét kívánok és jó hétvégét. Viszontlátásra!